Mikor az ember beül egy színházi előadásra vagy koncertre, vagy épp egy nagy rendezvényen élvezi a szolgáltatásokat, nem is gondol bele, mennyi háttérmunkát igényel mindez. A Babis történetében számos országos hírnévre szertett szakember tette le a névjegyét, és vált emblematikus személyiséggé. Miközben a háttérben éveken keresztül ott dolgozott valaki, akinek legfontosabb feladata az volt, hogy pont akkor, pont ott meglegyen minden, ami a magas minőséget szolgálja. Én nagyon-nagyon jó csapatba kerültem be. Én azt mondom, hogy igazi család voltunk. Én akkor, amint a neve is mutatja, a színház koncert közönségszervezéssel foglalkoztam. Ez 80-ban volt, amikor ide kerültem. Akkor még az intézménynek elég jelentős gépkocsi parkja volt. Volt autóbuszunk, volt Volga autó a személyi forgalomra, úgymond. Közönségszervezés céljára pedig egy Nízával, illetve Latviával jártuk a városi vállalatokat, cégeket, és vittük a híreket, szerveztük a szakszervezet és egyéb formában működő ilyen közösségeknek, és igen jelentős számban volt. Bérletesek. 86 és 90 között Bauman Ági anyai feladatait látta el, és amikor visszatért, új feladat várta. És mindenféle műszaki képzettség nélkül átkerültem arra a területre. Az eleje nem volt annyira egyszerű, mert bele kellett tanulnom műszaki végzettség nélkül, de nagyon jó kollégáim, partnereink voltak, és úgy szépen lassan, tehát az volt a szerencsém, hogy nem hirtelen zúdult rám az egész. Ebben az időben nem voltak átalakítások, nem indult nagy rendezvény, mint a Szüreti Napok, tehát úgymond volt időm bele tanulni ebbe a munkába. Éppen kezdett biztosan működni az új szakmában, amikor két komoly átalakításon esett át az épület, melyet neki kellett levezényelni. Az annyiban nem volt egyszerű történet, hogy ugye már itt az intézménybe beköltözött, úgymond, tehát már együtt éltünk a gyermekek házával, és úgy zajlott az egész felújítás, hogy laktuk az intézményt. Tehát költöztünk, hol az irodasor előbb átment a zöldözősorra, a gyerekek házát átvittük a Béla téren levő épületre, tehát így más se csináltunk egy éven keresztül gyakorlatilag, mint költöztünk. Amikor lehetett, ugye színházi előadásokat azért próbáltunk tartani, de hát ez ugye egy idő után sajnos lehetetlenné vált. Ez idő alatt alakították ki ennek az oldalszárnynak az alsó szintjét, ezzel megbővítve úgymond a területet. Ez gyakorlatilag egy évig tartott, és 2005. január 22-én a Magyar Kultúra Napján volt annak az átalakításnak az ünnepélyes átadása. Sosem felejtem el, hogy 2010. november 30-a vége volt, amikor a színházteremben volt valamelyik iskolának ilyen karácsony környéki műsora, amikor jött a hír, hogy január 1-ével, tehát november 30 és január 1, át kell adni a művelődési ház teljes területét kiürítve, úgy, hogy még szilveszterig tele voltunk rendezvényekkel. Ezt a 6100 négyzetmétert az összes bútorával, úgy, hogy nem tudtuk, hogy hova fogunk pakolni. Tehát ez egy elég kemény időszak volt mindenkinek. Tehát mire a város segítségével kitalálták, hogy ugye átköltöztünk a főiskola épületébe, ahol azért valamennyire a tevékenységeket megpróbáltuk megtartani. Ott ugye volt egy kis színházteremnek használható, volt valamennyi próbateremnek használható, tehát valamennyire próbáltuk a csoportokat is megmenteni, úgymond, hogy ne, mert abban a hiszemben indultunk neki, hogy ez egy év alatt lezajlik. De ez nem így történt, hiszen a kivitelező levonult, és itt hagyta szó szerint a szétvert épületet. Szó szerint szétvertett, mert beázott, nem volt ez az üvegtető, meg egyebek egy évre, amíg ugye új kivitelezőt talált a város, ez alatt ment folyamatosan a szivattyú, ugye szivattyúzni kellett a rendezvényterem alatti részből a vizet, mert nem volt meg rendesen a rétegrend, tehát ha nem szivattyúztunk volna, akkor szépen lebegett volna a szigetelés, mert ugye nem volt a szakszavakat nem tudok, a terhelő beton rajt, tehát gyakorlatilag nagyon nagy költségek voltak az idő alatt is, amíg nem zajlott a
a felújítás, illetve hát elég nehéz volt eldönteni, ez a városnak a feladata volt, hála Isten, nem az enyém, hogy most milyen készültségi fok van, ki mennyit érdemel ezért, és hát ez sajnos mind növelte az egész építkezésnek a végső költségvetését. 13. augusztus 20-án adták át. Az augusztus 20-ai hétben volt az egész ünnepségsorozat, tehát akkor lett készen, hát ez így szűk 2 milliárd forint volt gyakorlatilag. Nagy szerencsém van, hogy én ezt a munkát úgy kaptam meg, hogy előtte volt egy kis rálátásom más szemszögből nézni az intézmény működését. Tehát amikor tudtam, hogy a színház szervezőként zavar, hogyha a függönyt húzzák elő. Tehát olyan apró dolgok, amik segítettek abban, hogy a mindkét felújításnál olyan szempontok is érvényesüljenek, amik a mi érdekeink. Tehát ne csak a kivitelezőjé, mert ő teljesen más szemszögből épít egy házat. Más az, hogy egy kivitelező építi otthon a házadat, és azt mondja, hogy kész, ez van, vagy más az, ha végig ott vagy mellette is, de kérem szépen itt. Tehát én végig itt voltam, minden csütörtökön volt koordinációs megbeszélés. Minden egyesre eljöttem, próbáltam a ház érdekeiben minél hatásosabban fellépni, harcoltunk érte, milyen székek legyenek, hogy legyen, mert piti dolog, merre nyíljon az ajtó. Egy keskeny folyosón nem mindegy, hogy kifelé nyílik vagy befelé, tehát nagyon-nagyon sok ezer apró dolog volt, amiben nagyon jól jött, hogy én nekem egy kicsit más oldalról is van rálátásom az intézményre. Bauman Ági 38 esztendőn keresztül koordinálta a ház működésének műszaki feladatait. Én nagyon szerettem itt dolgozni. Kezdetektől fogva nagyon szerettem itt dolgozni. Ebben valószínű, hogy segített az, hogy nagyon jó csapatba kerültem be már az elején. A későbbiekben is nagyon jó csapat volt körülöttem, a főnökeim nagyon jók voltak, akikkel nagyon jól megtaláltuk a hangot. Én azt gondolom, hogy jól kiegészítettük egymást, próbáltunk egymás agyával gondolkodni. Én ugye mindig a háttérmunka kapcsán, de próbáltam kitalálni, hogy a legjobb, hogy a legbiztonságosabb, úgyhogy minden igény ki legyen elégítve, technikai, meg egyebek. Tehát én nagyon-nagyon szerettem itt dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek ilyen munkahelyet kívánok, és akkor elégedetten fog elmenni nyugdíjba.